Kardos Zsolt ül velem szemben a stúdióban, aki azért érkezett hozzánk, hogy egy hétvégi eseményről adjon hírt. Szeretettel üdvözöllek nálunk. Nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és egyben én is üdvözlöm a tévénézőket. Tehát akkor mi is lesz a harmonikásoknak valami nagy örömünnepe? De hol és mikor? Mit lehet erről tudni? Kezdhetném ott, hogy ez a rendezvény egy jubileumi rendezvény, hiszen a 10. alkalommal kerül megrendezésre. És büszkék vagyunk rá, hogy megszakítás nélkül ez a rendezvény életben van, és meg tudtuk idén is rendezni. A rendezvény neve a 10. nemzetiségi harmonikás találkozó és kiállítás a Csepel-szigeten. Így szól a teljes rendezvény neve. Azért tartottuk fontosnak megnevezni benne a helyszínt is, már kapásból a rendezvény nevében, hiszen utalni akartunk rá, hogy ez regionálisan is egy kiemelt fontosságú rendezvény. A Csepel-sziget nagyon változatos, nem csak a földrajzi adottságokat tekintve, hanem nemzetiségeket is. Magyarországon összességében 13 nemzetiség van bejegyezve, és a Csepel-sziget egy olyan szerencsés régió, hogy be tudjuk mutatni akár a német nemzetiségi, akár pedig a délszlávhoz köthető szerb nemzetiségi, és még ki tudja hány másik nemzetiség zenéjét is a magyaron kívül. Tehát akkor ezért nemzetiségi. Miben másak ezek a szerb, sváb, magyar dalok, és miben hasonlítanak? Gondolom, hogy a hozamosabb együtt élés kapcsán azért idomultak a zenei kincseink, de vannak azért, amiről fel lehet ismerni, hogy ez mondjuk német? Nagyon jó a felvetés és a megközelítés is, hogyha ebből az irányból gondolkodunk. Gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy klasszikusan a gyökerekből eredő magyar népzenében a harmonika, mint hangszer nem igazán szerepelt. Az a korral együtt járó vívmány, hogy a harmonika bekerült a magyar népzenébe, és éppen hogy olyan hatásokra, hogy a környező országokból szivárgott be ebbe az országba, klasszikusan itt most a népzenéről, a népzenei kincsünkről beszélek. Ilyen szempontból a német nemzetiség már magával hordozza, ám de bár azért Magyarország határos, ha egészen jól pontosan tudom, akkor 7 országgal, és ez egy olyan kiemelt pozíciót hozhat itt a térképen, hogy a délszláv balkáni térség néhány országával is közvetlen határosak vagyunk, ergo nem kell messzire menni hozzá, hogy beletekintsünk az ő népzenékbe, ahol a harmonika viszont kiemelt szerepet játszik, a kezdetektől fogva, így be tud jönni a magyar népzenébe is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogyha egy kicsikét körbenézünk Magyarországon, akkor már a legmagasabb fokú zeneoktatási intézmény, a Zeneakadémia, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is létezik népi harmonika tanszak. Ha jól tudom, idén már a 3. éve indult ennek a tanszaknak. Tehát igény is van rá, vannak akik művelik ezt a szegmensét a harmonikázásnak, és itt ezen a rendezvényen holnap után, szombaton meg is mutatkoznak a színpadon. A népi harmonika miben különbözik a klasszikus harmonikától? Teljesen más frazírozást igényel maga a harmonika, más technikai elemek, más szerepe, funkciója van a zenekarban, amit betölt ez a hangszer. Én igazából annyit beszélnék a hangszerről, hogy nyilvánvaló a harmonika az, ami összehoz bennünket erre a rendezvényre. Beszélünk róla, de hát hoztál magaddal egyet. Én úgy gondoltam, hogy egy kis üde színfoltja lehet ennek a beszélgetésnek a mai nap során, hogyha hozok is egy hangszert, és ezt esetleg a kamera meg is mutatja. Ez egy nagyon kis alapvető tudásunk hangszer, ami viszont jól reprezentálja a harmonika felépítését. Ez egy billentyűs harmonika, ezt úgy hívjuk, ugyanis van egy másik alapvető típusú harmonika, amelyeknek a jobb oldalán is a billentyűk helyett gombok helyezkednek el. Többfajta harmonikázási technika, harmonika építési stílus van a világban. Ez Magyarországon egy nagyon klasszikusnak mondható kiépítés, és hát elég, hogyha a hangszerről annyit mondok, hogy
bár nem látszik, de egy ilyen hangszer alapvetően minimum körülbelül 3000 alkatrészt tartalmaz. Aztán azt mondtad 30 kiló. Nem, a harmonikának a tömege azért 11 néhány kilogramm, ez körülbelül 10 alatt van, és hát csak sípból több száz van egy ilyen hangszerben. Na most a hangszer alapvetően alkalmas arra, hogy szólistaként legyen jelen egy zenekarban, vagy adott esetben, hogyha a harmonika játékos szólista a színpadon, akkor tökéletesen alkalmas arra, hogy betöltsön egy önálló műsorral egy színpadot, ugyanis klasszikusan a jobb keze, a jobb oldala fő dallam vezetésre alkalmas, a bal kéz pedig egy olyan kíséretet biztosít hozzá, ugye itt, amit most látunk ezen a hangszeren, gombok által reprezentálva, amely ritmust ad, basszus kíséretet ad, és számtalan megoldás létezik még a hangszeren, amitől ez egy nagyon változatos és sokszínű hangszer lehet. Itt is úgy van, mint mondjuk a táncnál szokták mondani, hogy felnőttként is neki lehet állni, de nem lesz olyan a táncunk, mint a gyerekként kezdeni. Tehát itt is érdemes a kicsiknél elkezdeni már akkor a zenei nevelést, hogy a jobb kezeddel a billentyűket, bal kezeddel meg a gombokat nyomod, meg még itt mondjuk nem látom, hogy van-e, amiben ugye préselni kell a levegőt. Van a légszekrény, hogy mi az a kor, amiben érdemes elkezdeni a harmonika oktatást? Általában az a bevált gyakorlat, hogy legalábbis azt szokták tartani, hogy a gyermek minél fiatalabb korban, ha ezt a hangszert elkezdi, egyrészt megismerkedni vele, másrészt pedig művelni is már, az annál jobb. Hiszen aki ismeri a hangszert, és azt tudni fogja, hogy ezt miért említettem így, ez a hangszer végtelen és kimeríthetetlen zenei forrás és zenei eszköz egyben. Ezt szerintem a világ összes harmonikása alá tudja támasztani ezt az állításomat, de mondok egy másik példát is, ami teljesen kézzelfogható, hiszen Magyarországon nagyon sok harmonikást van szerencsém ismerni, és többek közülük is 70 éves korban, 60-valahány éves korban fogták meg először a harmonikát. Nyilvánvalóan ez hozzátartozik az, hogy elmondásuk alapján már egy olyan vonzalom előzte ezt meg, hogy ők ezt megtegyék. De 70 évig várt rá, hogy Igen, és ez ott csúcsosodott ki, hogy fogta a hangszert, és lehet, hogy volt is a családban hangszer, hozzáférhető volt, de valahogy a bátorság csak akkor került hozzá, és nagyon rövid időn belül egy nagyon jó szintre el lehet jutni a harmonika játékkal, úgyhogy én azt mondom, hogy minél fiatalabb korban érdemes megismerkedni, azt hozzáteszem, hogy nyilván az iskolázott harmonika játék elsajátítása az azért jelentősen megkönnyíti a dolgokat, bár megint meg kell önmagamat úgymond követnem, hiszen ismerek ebben az országban is olyan harmonikást, akit teljességgel a saját feje útján, saját elképzeléseivel fogta a hangszert, és megtanult rajta játszani. Tehát teljesen autodidakta, módon. Ott a ismeret nélkül, de akkor ott lehet, hogy a hallásával van nagyon jó szerencséje. Igen. Egyébként az általános, és nem csak a harmonikára igaz, tartják úgy a zenészvilágban, hogy hozhat egyfajta új ízt az, hogyha valaki autodidakta, hiszen azért valljuk be őszintén, ha arról az oldalról tekintjük, hogy az oktatás rendszerű zenetanulás, mint minden másfajta tanulási folyamat, egyfajta kötött rendszerben zajlik. Tehát ez van egy felépített iskola, és akkor ott végig kell járni a szinteket, vannak különböző beállított nehézségű gyakorlatok, és aki ezt úgymond eltolja magától, és azt mondja, vagy nem is vesz róla a tudomást, ezt jó értelemben mondom, hiszen ő autodidakta, és azt mondja, hogy érzek magamban annyi kitartást, energiát és ambíciót. Szerintem ez egy ugyanakkora értékelendő dolog. De most itt visszakanyarodva azért a magyar zeneoktatás kínálja a
az alapfokot, a középfokot és a felsőfokot egyaránt. Tehát oktatásban nem állunk rosszul ebben az országban, és mint ahogyan említettem, már ennyire színes, hogy a legmagasabb fokon nem csak a klasszikus harmonikázás, de a népzenei harmonikázás is helyet foglal. És most a klasszikus vagy a népzenei kerül hétvégén, november 9-én előtérbe a találkozón? Megint örülök a kérdésnek egyébként, mert egy olyan válaszra tudok szolgálni, hogy itt ezen a színpadon minden meg fog férni. Sőt, a szervezés során ez egy kimondottan előtérbe helyezett célkitűzés volt, hogy ezen a színpadon itt aztán minden megszólaljon. Tehát azt tudom mondani, hogy éppen egyébként ma hajnalban olvastam már a programtervezetet, a kész programtervezetet a fellépők soráról. Hát bevallom őszintén, hogyha tényleg ilyen népes lesz a fellépők sor, akkor jó, hogyha még abban a napban beleférünk azon a rendezvény napon. Hiszen korra, nemre, harmonika méretre való tekintet nélkül vágják egymást a programpontok és a bemutatkozások a színpadon. Férfiak, nők, gyermekek, fiúk, lányok vegyesen oktatási rendszerből, oktatási rendszeren kívül, akár a szórakoztató zenei ágazatból érkező előadók, de természetesen itt figyelmet fordítottunk arra, hogy megmutatkozzék. Idén egy kicsit kiemeltebb súllyal lesz a német nemzetiségi repertoárra a színpadon, ez éppen azért van, mert a rendezvény egyik fő támogatója a német nemzetiségi önkormányzat Szigetújfaluban. Szigetújfaluról annyit kell tudni, hogy a Csepel-szigeten elterülő egy 2000 népesség, 2000 főt számláló népességgel bíró település, egy község. Igen, pezsgő kulturális élete van egyébként, és hát hogyha valaki megnézi a plakátot, ennek a rendezvénynek a plakátját, akkor az is látszik, hogy szerepel ott egy izé együttes, mint szintén támogató, mellette a Magyar Harmonikások Kulturális Egyesülete. Az izé együttesről annyit kell mondani, hogy fel kell oldanom ezt a talányt, irodalom, zene, ének. Ez is azt mutatja, ez egy nagyon összetartó kultúrkör Szigetújfalu községben, akik a felsorolt irodalom, zene és ének területen olyan rendezvényeket szoktak szervezni, amely a kulturális magját adják az ott élők mindennapjainak. És ők is bemutatkoznak ezen a rendezvényen, és annyit is elárulhatok még, hogy még tánc is lesz. Na, milyen jó. Ki tudunk emelni néhány nagyobb nevet a fellépők közül? A fellépők közül megmondom őszintén, hogy szívesen emelnék ki név szerint. Egyrészt nagyon nehezen szoktam személyeskedni. Én azt mondanám, hogy inkább leírnám, hogy milyen jellegű lesz a fellépők köre név nélkül. A fellépők körében például helyet fog foglalni olyan zenetanár, aki ezt a lehetőséget már évek óta számon tartja, és azt mondja, hogy az ő növendékei itt tudnak bemutatkozni, idén is lesz ilyen zenetanár, aki elhozza a kis fiatal növendékeit, vagy éppenséggel a már felcseperedett növendékeit. Ezért is szeretjük ezt a találkozót, és ezért is kell tartani az évenkénti időzítést, hiszen nyomon tudjuk követni a fejlődést. A műsorban ugyanúgy helyet kaptak a Zeneakadémia jelenlegi hallgatói, és nem árulok el nagy titkot, éppenséggel az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy talán azt hiszem, hogy a múlt héten, de kettő héten belül történt a legutóbbi nagy nemzetközi harmonika verseny Prágában, ahonnan ők már be is tudnak számolni az elért eredménnyel. Én tudom, de legyen meglepetés a publikum számára, és hát adott esetben az ott eljátszott nyertes, illetve díjazott repertoárból be is tudják ez mutatni. Ez egy nagyon-nagyon jó kis mézes madzag volt most a nézők előtt, hogy ha ellátogatnak Szigetújfaluba, Petőfi Sándor Művelődési Házba és Könyvtárba, akkor most szombaton déli 12 órától ezt is láthatják, hallhatják. Összesen hány résztvevőre, hány zenészre számítotok? Aki a színpadon is megfordul, én ha becsülnöm kellene, akkor azt mondom, hogy a társas produkciókat is figyelembe véve 50 zenész biztosan azon a színpadon meg fog fordulni. Én még annyit hozzátennék, hogy a harmonika szó az nem csak
a színpadon fog ezen a napon elhangzani, hiszen itt most elhangzott, hogy 12 órától már megnyitja a kapuit ez a rendezvény. Ez azért van, mert a gála műsorunk, a bemutatkozó koncertek, ezek csak 16 órától kezdődnek, és aztán úgymond kifulladásig tartanak. A kettő között eltelő időben, 12-től 16 óráig nyílik lehetőség egy olyan, mint ahogyan a rendezvény neve is mutatja, ez egy találkozó. Ez egy olyan lehetőség, hogy érkeznek hozzánk harmonika kiállítók is, és hát most megint azt kell mondjam, tehát nincs mire szerénykednünk ebben az országban. Nincs, hát ez a 10. alkalom, hogy nemzetiségi harmonikás találkozót és hangszerkiállítást tartotok, akkor hogy ne beszélnénk arról, hogy kik lesznek ott, hiszen ebben az országban nem csak kiállításra szánt hangszerek, tehát én most hoztam egy darabot, ahogy bemutassam itt a nézőknek, de hát büszkélkedünk olyan kiállítókkal ebben az országban, akik hozzák az ők is hát saját flottájukat, gyűjteményüket, és ebből is változatosat tudunk idén bemutatni, hiszen lesz egy történelmi jelentőséggel bíró a harmonika múltjára visszatekintő kiállítás. Aztán ugyanígy helyet foglal a harmonika jelenét reprezentáló példányokból kiállításra szánt darabok, valamint hát azt is el kell mondjam, hogy ebben az országban azért készül is harmonika. Tehát van itt egy harmonika műhely, ahol úgymond a semmiből teremtődik egy új hangszer. Nevezetesen az alkotóval is lehet itt majd találkozni. Szintén nem szeretnék személyeskedni, mert hát hiszen akkor elveszteni a úgymond a meglepetés jellegét ez a rendezvény. Én azt mondom mindenkinek, hogy bátran látogassa. Ezen felül ezeket, és azért is mondtam, hogy nem csak a színpadon fog szólni a harmonikát, nyilván a gála műsor ott zajlik, de ez a temérdek számú kiállított hangszer szabadon kipróbálható lesz a nap során. Ez a déltől délután 4 óráig terjedő időszak, ez szabad zenélésre ad lehetőséget. Aztán ki tudja, hogyha a gála műsor után idézőjelben elszabadul a kimondott jó hangulat, akkor még utána is. De a mai nap hallottuk már, hogy szombaton azért elég sok program lesz, és mindenki utána nézett, hogy hála az égnek, jó időt mondanak, és 16 fokokat, meg napsütést ugye az ország legnagyobb területére, úgyhogy biztos ti is ellenőriztétek már. Egyébként a programaitokon ott vannak a fellépők is, és ezek a neves hangszerkészítők is nevesítve, úgyhogy szerintem nem lenne ebből sértődés, hogyha elmondjuk, hogy Móger Péter hangszerész harmonika kiállítása is lesz, Szanyi István hangszerész harmonika kiállítása, egy múltbéli harmonikákat láthatnak az érdeklődők, valamint itt lesz Stolc József és Stüssler Tibor hangszerész is. Így bizony, hibátlan a sorrend, és mindannyian képviseltetik magukat. Egy nagyon-nagyon változatos és sokszínű kiállítás az, amit ők tudnak így reprezentálni. Ők már egyébként visszajáró résztvevői ezeknek a harmonikás találkozóknak, úgyhogy a közönség is jól ismerheti őket. Nekünk a célunk egyébként az, és azért is nagyon köszönöm a meghívást ezen a mai napon, hogy beszélhettem erről a rendezvényről, hogy kicsit kinyitni ezt az érdeklődési kört, mert hiszen akármerre járunk ebben az országban, és még azon is túl, az látszik, hogy a harmonikát nagyon-nagyon kedvelik az emberek. Egy kellemes hangszer, egy szerethető hangszer hallgatóként is kívülről. Hát mi most azért szerveztük ezt a rendezvényt, hogy megmutassuk, hogy ez belülről hogy néz ki, és mi szólaltatja, mi működteti ezt. Így visszagondolva az én találkozásomat a harmonikára, tényleg az, amikor a lakodalmon, egy bálon, amikor a levest eszik, akkor a férfiak éneklik ezeket a hallgatókat, amiket nagyon szépen tud lekísérni, de azért ott van az is, hogy milyen jó táncolni rá. Még azt szeretném megkérdezni, hogy Magyarországon mi a legrégebbi harmonika, ami még úgy egyben van megszólalthatható, és ezért nagy becsben kell tartsuk? Tehát, hogy hány száz éves múltra tekint ez vissza? A harmonika esetében azért hatalmas nagy történelmel nem dicsekedhetünk, ami hivatalos, úgymond. Hiszen idén 190 éves még csak a harmonika, úgy, mint hangszerbe jegyzett szabadalomként, 1829-ben lett gyakorlatilag iktatva, és akkor lett hivatalosítva ezzel az elnevezéssel ez a hangszer. Nagyon nagy rokonsága van a hangszernek az orgonával, hiszen ugye itt a sípok szólalnak meg legbelül.
ez egy nagyon érdekes dolog, de a harmonika, ránézünk, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy billentyűs hangszer, ám de bár a hangszer besorolás az aerofon hangszer család egyik tagjaként van nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fúvós hangszernek is nevezhetnénk, hát hiszen levegő szólaltatja meg azokat a sípokat, de én azt mondom, hogy a hangszernek a sokszínűségét bizonyítja az, hogy levegő által rezgetett acélsípok szólalnak legbelül, amelynek a levegő útját billentyűk, vagy adott esetben gombok által szabályozzuk. Tehát ez ennyire komplex ez a hangszer. Lehet, hogy hetekig tudnánk itt ülni, amikor itt kicsikét mélyebbre belemennék ebbe az ismertetésbe, de azért azt mondom, hogy ebben a formában a harmonika nagyon régóta van jelen. A basszusnak a képítettsége, ez a fajta struktúra, ahogyan a basszus gombok elhelyezkednek, ez az úgynevezett Stradella basszus. Ez egy olaszországi harmonika készítő faluról van elnevezve. Én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy meg tudtam látogatni az elmúlt évek során ezt a kicsiny falucskát, Stradellát. Ott már a harmonika építést történelemként kezelik, hiszen a nagy régi nevű, nagymúltú harmonika építők többsége azért már nem működik, de a tevékenységüket múzeum és idegenforgalmi látványosságként szívesen mutogatják. Én azt mondom, hogy a harmonikából Magyarországon hát 100 éves darabot biztos, hogy tudnánk reprezentálni, hogyha úgy mindenki bedobná közösbe az ő kis hangszerét, hogy nekem ilyen van, nekem ilyen van. Az az elfogadott, most konkrétan ez a harmonika 1981 körül épülhetett. Ez egy német gyártmány, akkoriban a német harmonika gyártás is mind mennyiséget, mind minőséget tekintve egy szereplő volt az európai szintéren, azonban itt legfőképpen Európában most már olaszországi gyártóban, és Olaszországban is egy városra, Castelfidardóra csökkent a harmonika gyártás. Természetesen vannak még kisebb manufaktúrák, akik a részegységeket építik és gyarapítják ezzel a fő harmonika építést, de szóval a történelmi hangszer, én azt mondom, hogy elpusztíthatatlan maga a hangszer. Van benne fémfa, nagyon kevés műanyag, én kevésnek titulálnám, és bármely hihetetlen, még viasz is van benne, hiszen a sípok. Ez nem látszik most, mert a harmonika testbe van bezárva belül, nevezetesen a sípok rögzítése egy sípgerendán a legegyszerűbb módja akkoriban, amit kitaláltak a nagyjaink a harmonika építésben. Síp ágyként alkalmazták a viaszt. Ez egy könnyen eltávolítható anyag, nagyon tartós. Nyilván a tűző napfényt az nem nagyon kedveli a hangszere miatt. Alapvetően azt mondanám, hogy maga a hangszer nem nagyon érzékeny az elhangolódásra sem, ha a sípok megfelelő minőségűek. Nem ritkaság az, amikor egy alapvető hangolással a harmonika akár 20-30 évet is problémamentesen szól, és tökéletesen tartva az eredeti alaphangolását. Ez nyilván múlik az acélsípok minőségén is. De én azt mondom, hogy szóval tényleg, hogy nagyon sokat tudnék róla beszélni, de aki eljön szombaton erre a rendezvényre, konkrétan bele is lehet tekinteni a harmonikába, és meg lehet nézni azt a bizonyos viasz, felhasznált viaszt a belsejében. Hát nyilvánvalóan a többi anyag az látszik, aztán ugye borítva van, hogy milyen kinézete legyen a hangszernek, milyen színe legyen, ez egy fekete hangszer, és van meg annyi más díszítő motívum, amit bele lehet vinni még ebbe a témába. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor örömmel halljuk, hogy nem csak Olaszországban, hanem Magyarországon is mennyire virágzik a hangszer készítése, vagy megszólaltatása. Úgyhogy én kívánom, hogy minél többen legyetek most a hétvégén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezt. Nagyon köszönöm a meghívást.